Mitigáció. Ez a ritkán használt kifejezés is beköltözik mindennapi szótárunkba. Ahogy a komputertechnika is színesítette a szókincsünket, a klímavédelem is megteszi ezt. A mitigáció ez esetben a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok légkörbe kerülésének csökkenését, vagyis a klímaváltozás lassítását jelenti. E szóval párban említi egyre több tanulmány az adaptációt, ami a klímavédelem esetében nem valaminek az alkalmazását jelenti, hanem az alkalmazkodást valamihez, amire egyelőre nem tudunk hatással lenni. E két kifejezés felvezetése nem véletlen. Sokszor találkozik vele a hegyvidéki lakó, aki elolvassa a most nyilvánossá tett kerületi klímastratégiát. A hegyvidéknek Magyarországon az elsők között már 2009-ben volt klímastratégiája, ám akkor még nem volt egységes módszertan az összeállításához. A Klímabarát Települések Szövetsége azonban kidolgozott egy szempontrendszert, ami a mostani tanulmány alapjául is szolgál, ám emellett a hegyvidéken egy jelentős, a lakosság 5%-át érintő kérdőíves felmérést is elvégeztek előtte. Főleg olyan dolgokra kérdeztünk rá, hogy a saját háztartásában, a saját életében ki mire tud, illetve mire figyel, milyen energiahatékonysági, energiamegtakarítási kérdésekre, egyáltalán beruházások szintjén a saját ingatlanán mondjuk mi az, amit eddig megvalósított, vagy megtervez valósítani. A hétköznapi akár vízhasználat, akár áramfogyasztás, akár gázfogyasztás kapcsán mi az, amikben lát fejlődési lehetőséget, vagy mi az, amit egyáltalán vár a kerületi önkormányzattól. A válaszok figyelembevételével kialakított tervezetet az önkormányzat honlapjára is feltették, így szeptember 5-től bárki elolvashatja, véleményezhet, illetve javaslatokat fűzhet hozzá. A társadalmi egyeztetés október 3-áig tart, addig a zöld.kukac.hegyvidék.hu e-mail címre küldhetik el a gondolataikat. A Zöld Iroda szakértője elmondta, hogy a klímastratégia egy olyan átfogó cselekvési csomag, amely nem csak feladatokat fogalmaz meg, hanem az eddig működő programokat, illetve szabályokat is integrálja. Ugye van már példa a kerületi építési szabályzatban klímabarát intézkedésekre, tehát gondolok itt például a lapos tetők zöldtetőként való kialakítására, ami egy kötelezettség új építésű épületeknél, illetve jó pár éve benne van már az is, hogy új építésű lakóépületeknél a föld alatt kell akár esőgyűjtő ciszternákat kialakítani, hogy ezzel is késeltessük a csapadékvíz lefolyását, illetve segítsük a megtartását, hogy ez későbbiekben akár öntözővízként fel lehessen használni. Az építési szabályzat mellett az integrált városfejlesztési stratégia tartalma is visszaköszön a tanulmányban, amelynek nagyon fontos részét képezi a tájékoztatás. Ez nem csak a hegyvidéki lakók informálását jelenti, hanem a megismert jó ötletek elterjesztését, például az intézmények vezetői között. Sok kórházzal rendelkezünk, ezek nagy fogyasztók, tehát akár itt is kiemelt partnerként kell kezelnünk őket egy korábban megindult épületfenntartói fórum keretében, például a jó gyakorlatok átadását szeretnénk támogatni továbbra is, és ilyenkor összehívjuk egy értekezletre, fórumra a adott intézmények műszaki felelőseit, vezetőit. A szakértőtől megtudtuk, hogy a klímavédelmi stratégiában nagy súlyt fektettek a készítői a zöld felületek megóvására, különös tekintettel az előttünk álló változékony vagy aszályos, esetenként pedig rendkívül csapadékos időjárásra is. Ám ugyancsak fontosnak tartották az épített környezet védelmét, vagyis azt, hogy miként lehet megóvni a szélsőséges időjárási körülményektől a kerületben található műemléképületeket.